Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula. Bemutatjuk a Kalambó című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum Ballonkabátos podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Csak még egy kérdés, a Kalambó Podcast 16. része a Parallax és retroverzumban a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Emmett Clayton saknagymester címe és nem utolsó sorban hatalmas egója kerül veszélybe, amikor a már visszavonult híres mesterrel Tomlin Dudekkel kénytelen egy mindent eldöntő sakjátszmát vívni. Clayton hajmeresztő terve teszel ki és elteszi lábalól Dudeket, a gyilkos viszont azzal nem számol, hogy ahol Kalambó is bekapcsolódik, a nyomozásba és a játékba, ott mindig a hadnagy ad mattot. A Kalambó mat két lépésben című rész kibeszélésében ismét köszöntöm állandó társémat, elsőként Kubatovics Áron, szia Áron! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! És Gizur Gergő, szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! Megérkeztünk a 16. részhez, ez a második évet hetedik része, vagy a mat két lépésben. Az eddigi legunalmasabb rész. Igen, most jön a legunalmasabb rész, hogyha nyugodtan át lehet tekenni csak Nem, bocsáss lepésed. meg, nem, 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 neved magadra, ez volt a legunalmasabb rész a kalambóban. Ennyire én részt nem untam még, mint ezt. Ja, hogy úgy! Beszéljünk majd róla, de az eredeti címe a The Most Dangerous Match, Dangerous Match, ugye a legveszélyesebb játszma, és itt megmondom őszintén, nekem a magyar cím jobban tetszett. Tehát ez a mat két lépésben, ez nekem jobban visszaadta azt, ami valójában ebben a részben történt. Még az angol cím, ha csak nincs benne van, Én próbáltam találni valami utalást, ami így a sakra vonatkozna, azon kívül, hogy meccs, de én nem találtam semmit, de majd esetleg az Áronpédia, ha talált valamit, akkor segít nekünk. 1973. március 4-e, magyar változat pedig csak egy készült. Az pedig 1994. március 8-án jelent meg Magyarországon. A Velkám kiadó és a televízió. A televízió, így van, megbízásából, és itt tudom, hogy ezt nem szoktuk nézni, de én mindig nézem, az előző részhez képest ezt előmutatták mutatták be, de a 70-es években nem készült hozzá szinkron. Rögtön fussunk neki akkor a főszereplőnknek, ennek a bizonyos sakvilágbajnok gyilkosúnak, Emmett Claytonnak, akinek Mihály Győző adta, kölcsönözte a hangját, és a színészt pedig úgy hívják, hogy Lawrence Harvey, aki hát 1973. novemberében hal meg 45 évesen, és ugye ezt a, ezt a részt 1973. márciusában mutatták be. Tehát halála a, a kalambó után még két szerepe volt halála előtt, nagyon fiatalon halt meg. 50-es, 60-as években gyakorlatilag világszár volt. Litván származású, a 20-as években ment ki, vagy 10-es években vándorolt ki a családja először Dél-Afrikába, és ő már Amerikában született emlékeim, vagy, vagy olvasmányaim szerint. Minden esetre a 40-es, 50-es években elkezdett Magas presztízsű filmekben, sorozatokban játszani, és 59-ben már rögtön Oscar jelölése is volt, és onnantól kezdve beindult a szekért, tehát elképesztően nagy szerepeket kapott. Sőt, ugye a híres színészek, vagy a, vagy a, vagy a feltörekvő színészek egyik jellemzője, hogy rendezésre is akarják a, a fejüket adni, és ő is rendezett több filmet. És ebben az időszakban, 40-es évei közepén járt, elvállalta nem tudni, hogy miért a Kalambó főgonosz szerepét, ami szerintem tök jól állt neki, de ekkor pont két filmet tervezett már, mint saját rendezést. Tele volt euh, még egyéb ötletekkel, amikor kiderült, hogy gyomorrákja van, és nem is élte túl. Ezután kilenc hónappal elhunyt. Nagyon-nagyon sokan gyászolták. Tényleg kimagasló tehetségű volt, és az, gyakorlatilag az 50 60-as évek óta egy álló csillaga volt, forgatott Kanadába, Amerikába, Angliába, folyamatosan repkedett, rengeteg-rengeteg mindenben szerepelt. Úgy imádom a Kalambóban, meg ezt, ebben a podcastben, hogy kicsit megismerjük. Annyiszor láttuk már, vagy legalábbis én annyiszor láttam már ezeket a részeket, és úgy nem nagyon néztem még mögé soha és ezeknek az információknak a birtokában mindig egy kicsit más aspektusba kerül azok a színészek, az a kor, az a korszellem, amiben játszódnak ezek, a, ezek az epizódok. Ugye akkor rögtön megyünk Tomling Dudek, az egykori sakvilágbajnok, aki az áldozat. Őt Szabó Otto szinkronizált, és nekem itt egy nagy boldogságom volt, hogy a két Szabó végre... Szomszédok. nem csak azért, hanem hogy a két Szabó, hogy a Szabó Gyul és a Szabó Otto végre egy részben, bár ők, ők egymással nem beszéltek, minden esetre hát Szabó Otto és az őt alakító, mármint a Tomling Dudeket alakító színész Jack Krashen-nek hívják, aki számomra meglepetés, hogy mindössze csak 8 évvel volt idősebb hárvinál ugye a főgonoszunknál pedig sokkal nagyobb volt a különbség kettő között. Ő 1922-ben született, és 2002-ben halt meg. Tehát ő egy 80 évet azért lehúzott, és inkább sorozatokban szerepelt, és ott is epizód szerepeket, de abból viszont töménytelen mennyiségű. Igen, töménytelen mennyiségű, de az a vicces, vagy hát érdekes, hogy ő is Oscar jelölt, 61-ben jelölték Oszkárra. Ugyanabban az évben, ugyanúgy sőt, egymás ellenében jelölték Peter Folkal. tehát Peter Folknak is ugyanebben az évben volt Oscar jelölése, de egyikük sem kapta meg az oscar abban az évben, ezekért a jelölésekre, hanem egy harmadik színész kapta meg, Peter Ustinov kapta meg, és a Spartacus ban alakít, nyújtott alakításáért. Tehát régóta nyilván ismerik egymást a Peter Folkal. Én nagyon bírtam ezt a karaktert is, a színészt is. Ez egy nagyon kedves, joviális figura volt, igen. Elképesztően szimpatikus forma amúgy. És azt, azt még nem mondtuk el, hiszen vagy de, de az elején a beköszönőbe végül is mondta Ádám, hogy ugye itt két nagymesterről van szó, az áldozatról meg a gyilkosról. Ez a kettő színész játszotta. És körülbelül egy évvel vagyunk azután, miután melyik az a nagyon-nagyon híres saknagymester, aki azért elborult, elmélyű, de, de zseniális? Áron megkeresi a helyes megfejtést, pedig el kell, hogy mondanom, hogy valójában így azon gondolkodtam, hogy a műsor elején, hogy talán a Farkasházi divadart kellett volna ebbe a műsorba. Őt meg... kellett volna, mert ő írt róla a könyvet a Bobby Fisher, A Bobby Fisher? Igen, de nem értem rá, nem szóltató. És Boris Spassky közötti... És a, és a Boris Spasszkij közötti... Akkor még minden volna el úgyse egy ilyen műsorban. Sok nagy játszmány... <laughs> Gyerekek, na, no, hát így nem lehet... Bocsánat. ...így nem lehet kérdezni, nőszort csinálni. Szóval... A Bobby Fisher és a Boris Paszki közötti óriási nagy sakk meccs az talán 72-ben volt, tehát mondjuk körülbelül egy évvel előtte ez a, ez a film. Tehát fölkapott volt akkoriban? Nagyon, nagyon fölkapott volt, ugyanez volt a, a szituáció, végül a Bobby Fisher legyőzte ezt a Boris Paszki-t. Ugye ebben a filmben, vagy hát részben, ebből nem csak legyőzi az, a, a nyugati, a szovjet csávot, hanem még meg is öli. Hát, hogy mennyire szovjet szerintem, hát ez egy érdekes dolog, erre majd térjünk ki majd Nem később. mondták ki, hogy szovjet, nem Mert mondták én, ki. én nekem a névből ez sokkal inkább lengyel. Hát igen, Tehát jó. Mind, mind, a Dudek, mind okay. pedig a, az, ő, az ő edzője, Mazor Berosz Beroszki, szintén elég jó, lengyeles hát Igen, zássú. igen, okay. Jó, mindegy. Őt egyébként Kovács István szinkronizálta, és ezt az edzőt, Deziria, szomszédokból. A, Deziria, a, szomszédokból, és Lloyd Bochner, Bochnernek hívják a színészt, aki ezt... Ő az... volt az epizód Pornó <laughs> Az ügyenletes Pornó Bajusz ebben a részben ő és volt. És Mr. Pornó van-e valami különlegessége árompédia szerint a Pornó Bajuszon kívül? Ne, magyarul, én nem találtam róla semmi érdekességet, már mint elnézés, de ránk nézve nem. Nem, de, de a következőről a Linda robinson játszó Heidi Brühlről viszont találtam. Ő ki ez a Heidi Brühl? Linda Robinson, Dudek meccs szervezője, és Clayton volt felesége, magyar hangja pápa Erika, és a színész pedig úgy hívják, hogy Heidi Brühl, német színésznő, 1942-től 1942-ben született, és 1991-ben halt meg. Rengeteg filmben szerepelt, meglepően német filmekben. Igen, szóval ő nem színésznő. Képzétek el, hogy oké, okay, gyerekként is már egy-két szerepe volt, de ő igazából énekesnő volt. Ő 18 évesen a Eurovíziós Dalfesztiválon, nem tudom, 42, akkor 60-ban vagy 61-ben Németországot képviselte, és onnantól, hát megint egy szokásos karrier, az Eurovízió után beindul, hogy lemezszerződést kap, meg tényleg jelenek meg lemezei, majd pedig váltott a színésznő karrierre. És hát ő is rendkívül fiatalon halt meg, ugye ahogy a fő szereplő gonoszunk 45 évesen, hát ő 49 évesen halt meg ő Merrákban, 91-ben. Szinkronizált még ebben a részben Csini Metlajos és Bácska János, viszont én szeretnék kitenni még egy szereplőre, akinek bár nem sok szerepe volt effektíve, ő pedig az étterem tulajdonosa a pincér, és őt Verevé Iván szinkronizálta, de az őt alakító színészt úgy hívják, hogy Oscar Beregi Junior, Budapesten született, 1918-ban és 1976-ban halt meg, és az édesapja Beregi Oszkár, aki magyar és német színpadon filmekben szerepelt többek között a Shakespeare darabokban is, és 1939-ben hagyták el Magyarországot, de a fiú, vagyis ugye, vagy ami Oszkár Beregi juniorunk jóval később tudott, kapott csak vízumot az USA-ban, és amikor ő bekerült az USA-ba, előtte egy Csillében dolgozott, azt egy étteremben, ő alig tudott angolul, úgyhogy elég sokáig tartott, mi felvette ezt a ritmust, és akkor, akkor el tudott kezdeni színészkedni az USA-ban is, és róla még annyit érdemes tudni, hogy szabad idejében az USA-ban komondor kutya tenyésztő volt, tehát a magyar, az ősi magyar kutya fajtát, vagy azt a, a fajt gyakorlatilag tenyésztette az USA-ban hobbiként. Az ifjabb beregi Oscar név nekem is föltűnt, én is utána néztem. Ahogy mondta, az édesapja is már színész volt, az 1873-ban született, és több felesége volt. Az ifjabb beregi Oscar én úgy találtam meg, hogy az első feleségétől született, és ő 40... Hogy is volt? Nem. 39-ben ő, ő diszidált Magyarországról. Zsidó származások mindketten. Apuka nem tudom, 10 éven keresztül, 43-ig, 44-ig nem is szerepelhetett. És utána 44-ben Szegeden léphetett ismét színpadra, amikor már a front átvonult Szegeden, tehát akkor tudott ismét színpadra állni. De igen, a fiú először Csillébe emigrált, is azon túl, hogy ott dolgozott egyébként étterembe, képzétek el, megállapították az első magyar csilei színháztársulatot, ahol meg is találtam egy ettől az bizonyos ifjabb Beregi Oszkártól egy munkát. Azt mondja, hogy 43. május 8-án Rott Ferenc által alapított új magyar színházi vállalkozás Buenos Airesben, akkor nem is Csilla, hanem Argentina, hoppá, akkor indult ez az ez a argentin társulat, és abban ifja Beregi Oszkár már, már szerepelt. A 60-as években tudtak aztán letelepedni az a szülei Los Angelesben, ő pedig hamarabb már 46-47-be Hollywoodba költözött, és kisebb-nagyobb szerepeket kapott az apja után ő is, de ő azért nagyobb karriert futott be, tehát ő a Twilight Zone-tól, a My Fair lady állt, egy csomó kisebb, nagyobb szerepe volt. És hát itt mondjuk el a hallgatónak, mert nyilván nem minden hallgatónk nézi meg ezeket a részeket. Itt azért ő, tehát az ifjabb Beregi Oszkár már mennyi lehet? 50 éves? 60 év? Tehát ő 18-ban született, ez 73-ban for... forgatták. Igen, szóval ő, ő, is már, már a középkorúságon túl van, tehát egy joviális francia séfet, joviális francia étterem alakít és úgy, hogy ő magyar származású, és rengeteg korábbi filmjében inkább ilyen szovjet ö, származású, mindenféle rosszarcú arcok, rossz arcokat alakított, és most meg egy francia sép, vagy tulajdonos Tele vagyunk -e olyan színészekkel is, erről néha, tehát ez, ez így néha leesik nekem, hogy olyan színészekkel, akik elhagyják az országot, nem lettek nagyon híresek, és emiatt nagyon-nagyon nehéz róluk információt találni. Kb. ennyit lehet, amennyit most elmondtunk, ifjabb Beregi Oszkárról találni. Ha belegondolsz, azért ez sokkal több, sokkal több, mint amit a, mondjuk azt hiszem, hogy a Nina Tábó az előző részben ugye volt, az a Nina Tábó, aki Anita Szokol néven született, tehát róla szinte semmi nem volt. Mármint magyar vonatkozásban, itt azért Beregi úrról egész sokat találtunk, ahhoz képest. Ahhoz képest, igen. Na de már most többet tudtam meg, és jobban élveztem ezt a beszélgetést és ezt az információt, mint a az epizód nézése közben engem nagyon-nagyon untat. Én, én elhiszem, hogy a, a sakk, és nem akarom megbántani azokat, akik kedvelik a sakkot. Én sajnos nem kedvelem a sakkot, és nem tudnék annál unalmasabb e, dolgot elképzelni, mint hogy nézek egy sakkmérkőzést, és ez által nem tudok annál unalmasabb dolgot elképzelni, mint hogy megnézek egy filmet, ami a sakról szól. Jó, még ha csak átvitt értelemben is. Azért volt jelentősége az elő, előre gondolkodásnak a stratégiának. A... Az egész erre épült lényegében. Igen, vég... legalábbis ezt a látszatot akartam mutatni, de azért sok helyen megingott a, a szituáció. Tehát, hogy valahogy, valahogy én az indítékot sem értem, nem tudom, hogy fogunk-e, milyen mélységekbe akarunk beszélni ezekről a dolgokról, de hogy én, én az indítékot sem értem igazán. Nem volt felépítve rendesen a háttértörténet, én úgy érzem legalábbis túlságosan blődek és bagatellek voltak a, a karakterek. Én nagyon-nagyon untam ezt a részt, és bár láttam többször, de a mostani nézés közben rájöttem, hogy az epizód második felére nem is emlékeztem. Hát ez érdekes, amit mondasz, mert hogy ugye, hogy a valódi indíték az ilyen zavaros, és hogy nem kaptunk háttértörténetet, ami vala, valamilyen szinten igaz, de közben meg 20 valahány percig történt a bemutató rész, tehát így nagyon sokáig húzták, hogy, hogy így gyilkosság történjen effektíve. Jaj, az elején az a rémálom jelenet, Istenem. Pszichedelikus, villódzásos, epilepsia warning jelenet, tehát hogy ha, éltet, ha valaki élt már ennél borzalmas, tehát nem tudtam nézni életnagyságú sakfigurákkal. Úristen! És, és villogott zöldön, neonkéken, sárgán, és az embernek kisült a szeme, és, és folyamatosan annyira irritáló volt, hogy csukott szemmel is már zavart. Én nem értek veletek egyet, én ezt kikérem magamnak minden kalambófil nevében. Nekem is meglepő volt, tehát nem mondom azt, hogy nem volt meglepő, de nézzük abból az irányból, hogy ezek az emberek 73-ban bátran bevállalták ezeket a jeleneteket egy tévéfilmbe, ami nem volt szokás annak idején, ez szinte már már ilyen csállós volt, a csálló, az, az a 70-es évek olasz horror, szubzánrája, zs vagy nem tudom ezt hogy kell magyarul, vagy szubzánérje, tehát egy egy, egy horroron belül is egy, egy olasz lecsatlakozás, igen. Szóval nagyon érdekes volt ilyet látni egy mainstream hollywoodi produkcióban. Nem mondom, hogy jó volt, csak annyira ne húzzuk le a keresztvizet róla. Egy dolgot viszont meg kell dicsérnem, az a megvalósítás, amikor ott uh, még az, ebbe az álom jelenetbe így el, elfordul, vagy így eldől, és van egy vágás, és uh, ott esik ki az ágyból, az gyönyörűen volt megcsinálva, az mai, mai filmekben is, uh, nem tudom, horror filmekben bármiben, ez egy teljesen tökéletes megvalósítás Tehát, hogy értség, volt. Na, értség, a kedves hallgatók, hogy úgy esik el a, ki, a, saktáblán, ahogy végül az ágyából folytatólagosan kiesik a földre. Igen, és jól néz ki, tehát nem, nem, nem béna, nem béna Főleg az egész. azért, mert abban maradt a villódzás. igen. Csodálatos. no, so a sztori. azt mondja, nem. Indokolatlanul lehúzzátok. De igen, mi a, mi a, mi a, a sztori akkor? tulajdonképpen. Ádám szerint nem volt. Az egészből az jött le, hogy ugye van ez a Clayton nevezetű, ö, aki most a, a regnáló világbajnok, és van ez a Dudek, aki már visszavonul, de most csak állítólag azért, hogy vele megmérkőzhessen, ezért most ő visszatér, hogy majd ők nyomjanak egy hatalmas nagy partit egymás ellen. Ö, viszont a, 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 közvélemény, meg úgy ámblok mindenki a Dudekért van oda, mert ugye van egy, egyfajta ilyen interjúztatás, ahol amikor a Dudek megjelenik, mindenki rögtön rácuppan, és a Clayton neki ott hagyja. Tehát, hogy úgy tűnik, mintha ha maga a sajtó, mert mindenki még mindig a dudeket tartana az igazi világban, olyan szinten, hogy ezt ugye mondják is neki, amit a Claytonnak, hogy ha nem vonult vissza volna az öreg, akkor te sose lettél volna a világbajnok. Ez a visszavonultra azt mondják, hogy a betegsége miatt vonult vissza, majd később kiderül, hogy cukorbeteg. Én nem tudom a sakkot, azt befolyásolja egy cukorbetegségeinket. Ezt komolyan kérdezem, nem a cukorbetegséget akarom elbagatelizálni, hanem nem értem. Tehát én azt hittem... Hát szerintem nyilván valahogy a stresszel is biztos összefüggésben áll, de én szerintem is so sok ilyen apró részlet hibázik szerintem a forgatókönyvbe, de majd a végén adjunk erről egy teljes tekintés, de igen, ez olyan elem, ami ilyen, hát jó, haladjunk, haladjunk, kérem. Tehát nincs egy tiző, tehát hogy én... Csak hogy visszatérjünk az indítékra, valószínűleg az lehetett nekem, ebből az jött, hogy az indíték, az az, hogy igazából az a Clayton nem a sag zseni, mint amennyire ő tartja saját magát, és igazából ő... Nem, miért ingatod a fedáron? Azért ingatom a fejemet, mert igen, van valami indíték, de én egy kicsit hátrébról hat kezdjem. Szóval a Mr. Clayton hiszen egy ilyen pszichedelikus nyitóképsorral indítottunk, ami igazából nem pszichedelikus, ugye, hanem ilyen horrorisztikus, neki rémálmai vannak. Ő egy olyan főgonosz, aki nem magabiztos. Egy ilyennel még nem találkoztunk, és nagyon fura. Ez egy ö, a saját személyiségében, a saját képességeiben kételkedő figura, a, aki persze világbajnok, és azt gondolja, hogy ő a legjobb, és aztán rögtön látja, hogy a, az, a, a, sajtó az nem ő iránta érdeklődik, aki utána elmegy, Dodekkel, Dudek. tehát elviszi egy francia étterembe, ott csakkoznak, legyőzi, akkor este még éjszaka, még a saját hotelszubájukba nyomnak még egy partit, megint legyőzi, tehát hogy ezek ráerősítenek arra, hogy ő tényleg nem érzi jól magát, plusz ugye a Dodeknél van a volt felesége, és a volt feleség nem is szereti őt már. Tehát, hogy egy Sőt, megveti. Ez egyenesen megveti. Tehát magában bizonytalan, frusztrált, akár azt is mondhatnánk, hogy kicsinyes ember, egyáltalán nem az a nagy stílű, gonosz, tenyérbe mászó, akiket megszoktunk egyébként ebben a Kalambó sorozatban, de elképesztően okos, tehát kapva-kap az alkalman, amikor a frusztrációja fölé kerekedik, és, és megsértve érzi magát, hogy ott kétszer is, egyszer simán csak a kockás abroszon, sótartók, meg csigákkal, ezekkel, tehát ugye nem volt rendes, rendes ö, sakkészletük, és ott játszottak csak az étterembe, tehát így legyőzi a csávó, akkor ő benne ez megérik benne. Tehát én inkább így látom, nincs ennél több sajnos a hátteréről Kifejtve, és szerintem ez is plusz egy hiba a forgatókönyvben. Epizód és a gyilkosság szempontjából is fontos körülmény, hogy ő siket beszéltünk erről a kis vendéglőről, ahol ez a magyar fickó a tulaj vagy a felszolgáló főpincér úr, akkor ő ott belép és a dudek odaszól neki és arra fordul, amerről jön a hang, de én azt gondolom, hogy amúgy nekünk azért van térhallásunk, mert két fülünk van és tudjuk, hogy honnan jön a hang neki. Az egy fülébe be van az az egy. Tehát ő monóban hallja a világot, akkor ő nem tudott volna pont balra nézni csomó olyan szituáció volt, amikor azt gondolom, hogy, hogy ezt egy kicsit jobban erre rá tudtak volna feküdni, és pont azért hallgattam csodálattal azokat a dolgokat, hogy kik szerepeltek ebbe, Oscar díjra jelölt színészek. Én nagyon gyengének éreztem a színészi teljesítményt, de pontosan a karaktereknek a kiforratlansága és a hátterüknek a hiánya miatt. Hát Claytonnal az a probléma a gyilkosunkkal, és azért nem Azért érezheted esetleg tényleg azt, hogy a színész sem volt jó, mert maga a karakter tényleg nagyon üres volt, tehát, hogy ez a csávó, ez tényleg szimplán egy, egy ilyen. hát magában nem bízó, de közben azért csak egoist, és igazából. hú, nem mondtam, szóval nagyon gonosz. Tehát engem nagyon irítált az, hogy itt van ez a Dudek, aki hót kedves volt vele végig, aki meghallgatta a problémáját, el akarta akár halasztani a meccset, hogyha, ha nem érzed jól magad, és akkor ez a büdös sidri bunkó állat meg csak azzal foglalkozott, hogy megölje. Tehát, hogy annyira idegesített engem azt, hogy hogy lehetsz ekkora patkány, hogy, 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 egyszerűen én akkor ütöttem volna meg. Tehát engem ezért idegesített nagyon. Azt találta ki, ugye egyrészt kiderült a miközben ott ettek a francia vendéglőbe, meg leelszoktak egy sok partit, hogy ő neki cukorbetegsége van, állandóan kontrollálja őt az orvosa, már arról se tud, hogy ő kiszaladozott ide egy francia étterembe, úgyhogy a hátsó ajtón titokba mennek be a hotelbe, ahol folytatják a, 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 a nem tudom melyikük szobájában, de valamelyikük szobájában folytatják a sok A Claytonnál, A Clayton, a a Clayton, a Clayton szobájában. szobájában, igen. Egyébként az azért jó, mert ugyanerre később nem volt szó, de hogy ott még valami ott valami plusz jelenet is volt, hogy becsöngetett, a, vagy bekopogott a... Igen, a pornóbajusz. Mert ugye az volt a, a dudaknak a baja, hogy ő még nem akar bemenni, mert akkor rögtön az... Én még nem akarok lefeküdni, mert ágyba dugna rögtön a pornóbajusz. Egy komolyan, hát ilyen hülyeséget, hát felnőtt ember. Nem akarok csicsikázni, mert ágyba dugnak, és akkor amú, amúgy se lássanak minket együtt, és akkor szépen besliszolnak ott hátul ott a szemétladóba mosoda résznél, mit tudom én, és akkor a, a Clayton szobájában megbújnak, de az edző keresi ott a, a clayton Az edző a kedző gyerekek. Hát ezt a, ezt a kalambónak is tetszett, és akkor letagadta, hogy hát nincs itt, mély lenne itt, hagyjál békén, és közben ott volt. Is Igen, tehát vissza. ez tök jó alibi. Mindenesetre miután másodjára elverte, akkor fogalmazódott meg benne, hogy valahogy el fogja tenni lábalól, és azt találta ki, hogy egyrészt reggel, gondolom nagyon korán reggel, fölhívta a taxitárságot, rendelt egy taxit, vett a Dodek nevére egy repülőjegyet, egy Mexikó <bárosba>. Mexikóvárosba gyorsan beslisszolt a Dodek szobájába, nem pontosan követtem, de nem is olyan fontos, az elények, hogy beslisszolt a szobájába, összepakolt gyorsan néhány dolgot a Dodeknek a, a táskájába, majd kért tőle egy gyorsan egy privát találkozót, mert hogy ő neki mégiscsak szerelmi bánata van, ettől ilyen indisponált, amit látott a Dodek rajta. A, a... Ezt az ötletet Dodek adta neki, teszem hozzá. És hogy az, azért ilyen indisponált, mert hát mégiscsak nőügy van benne, és akkor elsírta neki, hogy ez valami orosz nő és ugyan segítsen már neki egy papírra írni egy ilyen bocsánat kérő levele. Az eredeti uh, szinopszisában, amit a port.hu és az összes oldal közöl, abban egyébként a Dudek szovjetnek Na van tessék. írva. Én nem akartam beolvasni, mert én sem gondolom, hogy biztosan, hogy szovjet, vagy orosz, vagy lengyel. Ez lengyel jó, név a dudek. Jó, Tehát valami kelet-európai név, de hát Dudek, szóval, dudek kevés orosz ismerünk itt Magyarországon, aki mondjuk Dudek. Tehát a Nomegáj csak sorozatra gondolunk akkor ott, ott más nevek hangoztak el. És teszem hozzá, van egy lengyel válogatott labdarúgó, Jerzy Dudek. Tehát miről beszélünk? Oké, okay, és, miután, és miután a Dudek megírta ezt a, a saját anyanyelvén, akkor így fogalmazok ezt a levelet, amit majd oda tud neki adni ennek a hölgynek. Jaj, sajnálom, fel kell adnom, valami ilyesmét. Tehát... Sajnálom, tévedtem, szégyellem magam. Valamilyen ráutaló, igen, de nem volt aláírva, ez fontos. Utána, a, egy jól irányzott lökéssel belökte a, a, a dodeket a. Hát ebbe a óriási nagy Konyha konyhamalat. Balac. Ugye, hogy én nekem is konyhamalat, csak én <laughs> nagyon nagy, amiben Szemét egy ember daráló berendezés. Daráló egy ember bele lehet lökni. Később kiderül, amikor így látjuk a nyomozás közben, hogy azért a, ez a bizonyos ajtó mögött van egy lépcső, meg egy ilyen kis, mint tudom én, vas, korlátos folyosó, mint tudom én, hat méterrel arrébb van ez az ajtó mögött ez a, ez a óriási daráló. Szóval, hogy az, hogy, tehát, hogy jó erősen kellett átlöknie azon az ajtón a szerencsétlen dodaket, hogy beleessen ebbe a darálóba. Na mindegy, szóval ilyen apró forgatókönyvérő malőröket én azért érzek ebben a... Igen, és hogy mondjak ezzel kapcsolatban még egyet, ne arra, hogy Kalambó kutyája ebbe a részben sokszor felbukkan, ugyanis bejön ide a darálós részre, és majdnem bele ö, ugrik, vagy hát mindegy, messze van attól, de hogy ah, ez, ez, kevésen múlt, mondják Kalambó hadnagy, és mondják neki az ott dolgozó munkások, hogy nézze meg, hogy beledobok valamit, akkor meg megáll a gép, semmi baj nem lett volna benne. De később pont a kalámbó, vagy valaki más is úgy magyarázza, és hát ez történt tulajdonképpen, hogy valamennyire megdarálta azt a szegény csókát, aki beleesett, csak leállt. Tehát valójában azt a kutyát megdarálta volna. Tehát, hogy értitek, hogy... Egész pontosan nem, tehát nem, egész pontosan ez a végén volt, mert ez a Kalambó, amit a kutyájába ment, és a csávó azt mondta, hogy Hát nem, kisebb sírléseket szedett volna össze a kutya, tehát azt mondta, hogy nem okozott volna nagy sírléseket a kutyáján. Mert hogy a csávó túlélte, hiszen leállt a gép, és ugye a kórházba lábadozott, tehát ami Claytonunk, az nagyon leizgult azon, hogy hát mi van, ha fölébred, és valamit mond, és már láttunk ilyet a Kalambóban, ott az első rész részben talán pont, vagy az első részek egyikében, így van, így van, így van. Így van, és ha már idehoztad a kutyát, van egy másik kulcs jelenet szintén a kutyával, de egyébként tényleg sokszor látjuk a, a kutyust, hogy lábadozik az állatorvosnál. A csipogós. Tényleg csipogós, és ennek nem mentem utána, hogy mióta van csipogó Amerikában, de majd legközelebb, amikor előjön a, a, a egy következő kalambomba, majd utána megyünk. Csipogón szólnak kalambónak, és akkor ő neki föl kell hívnia az orvos, de nem azt mondja, hogy az állatorvos, hanem az orvost erre elképesztően leízad a a csávunk, a főgonoszunk, a gyilkosunk, mert azt hitte, hogy akkor jó, hogy már mozog, hogy már jó hírt kap, és tényleg egy kálmó mondta, hogy igen, már mozog, már tényleg, és ugye mi is azt hiszük még nézők, hogy a a Dodek állapotáról kapott információt, és aztán a végén benyőgi a kalámba, hogy hát igen, a kutyám most már jobban van, a, az állatórostól szóltak, és a kalámba ott megfigyelte, a, a mi gyilkosunk, a sak nagymester mennyire figyelt, mennyire izgult és mennyire leizzadt. Nekem egy pár logikai bukfencem van, még a siketségre visszatérve, mert ebbe a részbe is előjön. Hallja a csipogónak a rezgését, ott később lesz egy jelenet, amikor hallja az ajtónyitódást, amikor bejönnek, mindegy. Szóval csak azt akarom mondani, hogy a kis siket és egy ilyen 1970-es évekbeli hallókészüléket hord, én, én úgy gondolom, hogy az, az nem lehet ennyire jó, ennyire precíz, hogy ennyire meghallja a kis halzörejeket. Én, én ezt nem tudom elképzelni. Oké, okay, és akkor viszont azt tegyük hozzá, igazad van, azt is hibának tartom a forgatókönyvben, hogy az egy dolog, hogy milyen messze, tehát mennyit kellett tántorogni a dodeknek, hogy beleessen ebbe a malac, ebbe az óriási, milyen Hát A konyha malac, a, a hotel malac. Szemétdarálóba. Hogy elvileg azt, hogy leáll, hiszen nem darálta meg, azt szerintem egy süket ember érzi, hogy vibrál a, a, a föld, meg ilyesmi. Majd a végén erre visszatérünk, de hogy szerintem ez is egy kicsit hiba, hogy igazából azt megérzi egy, egy, egy igazi süket ember. Na mindegy. Itt azért azt ugye nem vettétek észre, hogy viszont volt egy különlegesség ebben a részben, hogy nagyon ritka, hogy Kálámból előbb láthatjuk, mint ahogy gyilkosság történik, és ez ebben a részben így történt. Hiszen még, még nagyban ment a sakparti, meg a minden, vagy az már lement, de amikor már Kalambó ugye reggel az állatorvosnál volt, és akkor ő már bizonyos szerepelt, ami meg nyilván a sztori szempontjából semmi jelentősége nincs, ezért is érdekes, tehát hogy, hogy kivételesen láthattuk Kalambót még azelőtt színre lépni, hogy, hogy történt volna a gyilkosság. De igazság szerint ugye ez a gyilkosság nagyon ki találva Clayton szerint legalábbis az ő fejében, hiszen ugye ledarálta a konyhamalacsal, ami a hotelmalac, megiratta ugye a saját anyanyelvén a búcsú levelet, amit hát becsúsztatott valaki az ajtóm alatt, de előtte ő még ugye azon a bizonyos sakmeccsen, amit ugye megrendeztek, ugye eljátsza a bazári majmot, hogy senki ne idegeskedjen, ha én nem vagyok ideges, azért meg késik a partnerem. Annyira gusztustalan és álságos volt az egész, amit ott csinált, hogy, hogy szerencsétlenül öreget kinyírja, vagyis abban a hitben van, hogy kinyírta, és akkor ő ő ott, hogy mindenki csititgat, hogy jaj, ne, aj, ne fújoljatok, meg ne idegeskedjetek, hát én sem vagyok az izé. Na mindegy, és akkor persze, ha megjelenik a helyszínen, ahogy a Dudek szobájában, mert hát úristen, most hallottam a hírt, és ezt a levelet kaptam, tehát hogy megint azt csinálja a, a gyilkos, amit én mindig agyérgörcsöt kapok, hogy itt a Kalámbó elé a bizonyítékokat. Tehát tegyük össze, hogy ebben a részben volt rengeteg olyan, amire mindig utalunk a Kalámbóban, hogy a sok kicsi apróság, ami Kalámbót idegesíti. És itt voltak azok az apróságok, például a fogkefe, ugye? összepakolt állítólag a dudek. És becsomagolt egy fogkefét, miközben kiderült, hogy neki protézise van, és ugye a Kalambó nagypapájának protkója van, és hát soha nem használt fogkefét. Legalábbis ilyen hagyományosat nem. Erre kiderül, hogy az a fogkefe tényleg nem a dudeké, hanem azért a, a, masször csávóé, vagy az edz, a masször csávóé, mert hogy közös fürdőszobájuk volt egy, kettő. Ugye szépen lett megírva az a levél kézzel, és belet rakva egy ö, pecsétes borítékba, ami ugye a dudeknek valamilyen pecsétje, de a papír, amire lett írva, csak egy kitépet papíré jegyzettömből. Ha ilyen szépen levelet írok, egy ilyen szép borítékban, akkor miért egy kitépet papírfecsére írom, és hol van az a jegyzettömb, amiről ezt a papírt téptem? Továbbá, miért nincs aláírva? az a rohadt levél, hogyha én, ha én ezt egy búcsúlevélnek szánom valakitől vagy valakinek. Továbbá az étteremnek a tulajdonosa slash főpincére eléggé kristályi emlékezett arra, hogy kitolta előre a sószórót, és ki az, aki utána válaszolt rá a nem tudom mi, bors szóróval, és tehát ki volt a fehér, és ki volt a fekete, vagy ki volt a világos, és ki volt a sötét. Később ugyanis megtalálja Kalombo a Dodeknek. Hát ezt nevezük naplónak, ezek szerint ő egy olyan olyan sok nagymester volt, aki egyébként minden játékáról írt egy kis saját jegyzetet egy kvázi naplóba, és abból Hol a volt. naplóba, igen, és abból világosan kiderül Kalambó számára, hogy ő azt megnyerte, miközben azt mondja a Clayton, hogy, hogy azt ő nyerte meg. Tehát arra utal a Clayton, hogy valószínűleg rosszul emlékezett a főpincér arra, hogy kinyitott, és ki volt az, aki felelt a nyitásra, tehát ki volt a világos és ki volt a sötét. Ezek az apró Tényleg elég sok, legalább 6-8 ilyen apró pici részlet vonul végig az egész rész alatt a nyomozás során, amiből így nem áll össze. És ugye ezek tényleg olyanok, kedves hallgatóink, hogyha valaha gyilkosságra adjátok a fejeteket, ezekre az apróságokra kell figyelni, mert ott lehet lebukni. A forgatókönyv is még hibás volt, hiszen a Kalambu ugye a, be, bele, becsalja ebbe a bizonyos étterembe a clayton ugye, de Clayton ugye rögtön felülkerekedve látszik, hiszen ő rájön arra, hogy ő azért van csak ide csalogatva, hogy a, a főpincér azonosítsa őt, hogy már pedig ő itt a dudekkel. És ez most nem is ez a lényeg, mert ugye tényleg az, hogy a logikai bukfencek, hogy a forgatókönyvet ekézzük, akkor legalább tényleg én, se, én ezt a részt nem értem, és akkor mondjátok el nekem, hát én a hülye. Nyilván. Tehát ugye a ebbe az étterembe, a Clayton ugye rájön erre az egészre, hogy már pedig ő itt, ő itt csak azért van ide hívva, hogy beazonosítsák, ugye rögtön be is ismeri, hogy igen, itt voltam a Claytonnal, sakkotus, a És ugye a kalambó megint nem ért valamit, hogy hogy van az, hogy ő, ha a, a, Dudek összecsomagolta a cuccait, akkor nem vitte magával a kis kézzel faragott sakk Várjál, várjál, mert én sem értem a sztorit. Most akkor ő búcsúlevelet írt, hogy öngyilkos lesz, vagy, vagy egy búcsúlevelet írt, hogy elmenekül, mert nem akar játszani. Ez egy jó kérdés. Nem, nem öngyilkos levelet írt, szerintem arról nincsen szó. Ő Mexikóba, Mexikóba vett egy repülőjét, meg taxit hívott, tehát ő csak nem akar, nem akar meccselni. Jó, de ez így már zavaros összecsomagolt for some reason, és ő, mint nagy sakbajnok, nem vitte magával a kis csont, elefántcsontból faragott csodálatosok bábuit. Ami lehetetlen. Ami lehetetlen, és erre mondja a Clayton, hogy hát ezért sem lehetek én a gyilkos, mert hogy ilyen hibát nem követnék el, hiszen nálam is mindig nálam van, és így kicsapja az asztalra. Na most kérdem én, amikor ők ketten elmentek előző nap kajázni. Akkor mi az Isten nyilája? nem volt egyiküknél sem nála, az a sakkész, tehát amit mindenhova magukkal visznek. És mennyit sétáltak, tehát a, gondolom, hogy az a hotel Két az, Los Angeles maximum. belvárosában volt, és később meg ott, amikor követi a Dudeket a Clayton, akkor viszont annyit megy, hogy így egy pillanat alatt ott is vannak, kb. Los Angeles külvárosában legalábbis az interiört és a milliót, figyelembe véve, ha már ilyen francia szakács, mert ugye kiderül, hogy csigát ott nagyon jót adnak. Eszkárgót. A csigát. Szóval, hogy a távolságokkal volt, és aztán, amikor a kábriós jelenet van, vagy a, a Kalambócska autója csak kábrióként, így képzeljék el a hallgatók, amikor mennek, ott is rengeteget mennek. De csak azért Ja, Jaj, dtk viszlek magammal? Amikor ők mennek az étterembe, akkor, akkor a kórházból mennek a kórház, nem a hotel. Ah, mondjuk jogos. Igen, igen, igen. Szerintem az a, ez az eszkárgós, fa, ö, ahol ették a csiguszt, ugye a magyarnál, a Beregi úrnál, ö, Azt szerintem csak pár sarokra volt a hoteltől. Kállám, viszont azért kocsisztok sokáig, mert ők a kórházból mentek, ahol ugye bár egy fontos rész volt, ahol, ahol Lindával, a volt feleséggel beszélgetett, ugye ez a mi Claytonunk. És hát elmondta neki, hogy igen, csigát ettünk, stb. stb. És ott volt a Linda kezében egy papír, amire fel voltak írva gyógyszerek, amit majd be kell hozni az öregnek. Mert a kórházban nincs, ezért a hotelszobából kell bevinni a gyógyszert, ezt se értem. A Clayton csak megnézi a papírt, és ugye közli, hogy hát neki ez kínojebb nem ér semmit, és visszaadja. Csak hát ugye ő már flexelt ezzel korábban, meg hát itt. Fotografikus is, hogy... memória. Így, ahogy van, és ő kapásból rögtön le is vési, azokat a bizonyos gyógyszerneveket, amik oda fel vannak írva. Ami tök hülyeség, mert hogy a fotografikus a memóriája, akkor nem kell, hogy utána leírja, le és ugye később utal is rá a Kalambó, hogy az egy olyan pont volt, ahol bizonyítékot tudott gyűjteni, hogy ő a tettes. Megint egy logikai fent, Ezt mondom. És, és az, hogy itt már szerintem a Kalambó sejtette, hogy biztos, hogy a Clayton a gyilkos már egy jó ideje, és most viszont hagyta, hogy cselekedjen, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem annyira szállt rá, hogy rá szokott szállni, mert Clayton megint visszalopózott a szobába, és kicserélte a gyógyszereket. Viszont azért azt nem tudom, ti észrevettétek -e, hogy most nem ugyanabba a szobába lopózott vissza. Csak a problémám nekem ezzel az, hogy amikor ő először belopózott, akkor ő megbújt, ABBA a szobába, ahova ő most betört. Tehát a 1805-ös szobától balra lévő szobából jött ki. Ne, én csak azt akarom mondani, nem akarom a kettőtök közötti bulit elrontani, de szerintem ezek nem nagyon érdekes részletek. A, a vége felé van egy olyan jelenet közben, amikor konkrétan szembesíti azzal, hogy szerinte ő a gyilkos, már, már vitatkoznak is, veszekednek is, hogy de hát ahhoz konkrét bizonyítékok kellenének, sőt a Kalambó... ez a bizonyos emlékversenyen van. I így ezt. van, sőt a Kalambó mondja is, hogy lehet, hogy pont az eskütszék szót nem mondta, de utalta arra, hogy, a, mond hogy a, szó, a, szerint. hogy a bíróságon azért majd erről dönteni fognak. Tehát, hogy, 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 hogy körülbelül a kétharmadától kezdve eléggé nem csak mi nézők tudjuk, hanem a Clayton is tudja, hogy a Kalambó szagot fogott, és mint egy jó vadászkutya nem, ereng, nem engedi el a vadat miközben egy ilyen emlékversenyt szerveznek, ezt úgy képzeljék el a hallgatóink, hogy körbeáll, nem tudom, tíz vagy húsz asztal. Tíz ember ellen játszik. Igen, és akkor szimultán játszik ezzel a tíz emberrel, elég sok néző van, és közben sertepertél a kolomba, és mindig így behajol a képbe, és így és közben Clayton meg kihajol a, a kalambóhoz, és sutyorognak, és ott egymáshoz vágnak mindenféle válogatott, uh, nem azt mondom, hogy szidalmakat, de hogy... Bókokat. Igen, szóval a kalambó pszichológiailag nyomás alá helyezi a gyilkosunkat, és el is rontja, veszít egy szimpla átlagember ellen a szimultánban... Már egy olyantól, aki először van egy ilyen ráadásul. Sok tehát hát, ak, ak, akkor már tudjuk, hogy, hogy, az egy dolog, hogy Kálamon már régóta tudja, hogy ő a gyilkos, de hogy szóval mi is tudjuk, hogy igen, le fog lepleződni, valahogy le fog lepleződni. Meghalt már a Dudek? Bocsáss meg, meghalt már, meg közben meghal a Dudek. Meg, meghalt a Dudek. Meghalt, mert kicserélte a gyógyszereit, meghal, és ugye ez emlékverseny, ez Ami már... tök homály, tehát ez körülbelül ennyire homályos az egész kedves hallgatóink, mint igen. amennyire most igen. mi tudunk igen. erről beszélni és Nagyon gyorsan történt. Valahogy, mert, valahogy megmérgezte a dudeket azokkal a gyógyszerekkel, amit a nő bevitt a kórházba, de eddig mindig 17-szer a kórházba adtak neki gyógyszert, most bevittek 18-szor meg is halt. Szóval egy teljes hülyeség. Az egész mindegy megvan. nyilván a, a kalambónak az nagyon feltűnő, hogy ez egyébként egy nagyon-nagyon okos ember, fotográfikus memóriája van, és mindent meg tud jegyezni, tehát neki így összeáll az egész, csak mi is azt nézzük így a kanapén ülve, hogy oké, de hogyan fogja bebizonyítani, és ezután pedig oda a hotelbe áthívja, és bekapcsolja a nagy konyhamalachoz. A nagy konyha nem nem hát igen, és ott lesz a nagy leleplezés. Hát ugye az egész nagy leleplezés onnan indult, hogy a, a, kutya után, ugye pontosan tudjuk, hogy az bizony leáll, hogyha ha valami beleesik, tehát Dudek, ha bele is esett, akkor valakinek meg kellett volna nyomni azt a gombot, hogy folytassa a darálást. Tehát egy halló ember mindenképpen tudta volna, hogy meleg el. És ment a daráló, ment a daráló, ők pedig ugye veszekedtek kvázi egymásra, mert hogy zaj volt, és hát ugye a, a siket embernek nem volt benne a fülébe a kis headset, a teljesen logikátlan. Végül a Clayton kiveszi a füléből a fülhallgatót, ezért a Kalambó úgy tud csinálni, mintha még mindig kurva nagy lenne a zaj, és közben meg már nem, és ezt ő nem veszélyezte. Tehát ugyanúgy így beszél a Kalambó, és ahogy szájról olvas a csávó, ő is hangosan beszél, mert azt hiszi, hogy még mindig megy a gép, és nagy a hangzavar, de közben már nem, és túl azon, amit az áron korábban is említett, hogy a rezgéseket, ott egy ilyen nagy, ez egy hatalmas gépezet, még ma is ilyen nagyon nagyok ezek az ipari gépezetek, de hogy képzeljétek el akkoriban, Szóval, hogy, hogy ezt nem veszi észre, és ő is így beszél, mert közben kiveszi a fülhallgatót valszeg a zaj miatt? Ezt nem teljesen értettem, de erre alapul az egész máskülönben nem lett volna vége így ennek az egésznek. Hát a záró mondat pontosan erről szól, azt mondja Kalámbó egész pontosan, sajnálom Mr. Clayton, de a sok jelentéktelen bizonyíték mellett ott van az, hogy a gyilkosnak süketnek kellett lennie. Ami amúgy siket, ha nem veszi le a fülét, vagy nem veszi, nem, fülét, nem veszi ki a fülét, Ből a, a hallókészüléket, akkor ez nem így lett volna. Én ezt nem tudom, hogy hogy apelálhatott arra a kalámból, hogy majd. Ar arra, hogy nagyon hangos volt ez a gép. Tehát amúgy ezt a gépet ő eddig egyszer látta működni, amikor ugye belögdöste a Clayton, de akkor nem volt jó a, ugye, headsetje, mert ugye azt előzőleg dühében a földhöz vágta, és akkor nem működött. Effektíve ezért nem tudta megölni a, 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 dudeket, mert hogy ő nem hallotta, hogy nem megy a gép. Most hallotta, hogy megy a gép, amikor bement, ki is vette a füléből, hiszen tud szájról olvasni, tudok én így is veszekedni. Jó, de erre őszintén szólva szerintem nem lehetett volna így a Túl ez... sok a véletlen, de hát a kalambóba ez gyakran megesik. Figyelj, itt a Kalámból már biztosra ment, mert ugye itt az egész abból indult, hogy a csávó, hogy a Kléto nagyon flexelt, hogy milyen jó memóriával. Amikor ment az, az emlékparti, ugye, ahol tíz ember ellen játszott, ott is konkrétan mondta, hogy hadd, nagy úr, tíz partit játszom egyszerre, higgy el, ha másban nem is, de a memóriámban igazán megbízhat. Ezzel gyakorlatilag ugye elismerte, hogy le tudta fotózni a fotografikus memóriájával azt a bizonyos papírt. Mert is mondja a Kalámból, szerintem ez lényegtelen. Igen, csak hogy ő megint elmondja, hogy neki milyen jó memóriája van. De én sokkal, én sokkal inkább belekötnék abba, hogy amikor a kórházban a kalambó látta, hogy irogatja a papírra, mint kiderült ugye akkor a gyógyszerneveket, bár ő akkor azt mondta, hogy levelet írt, akkor Kalambó vitte a, a Clayton után a tollat, és azt a tollra lő, még Kalambó előzőleg firkált valamit a saját papírjára, amit bevizsgáltatott a szakértőkkel, és a szakértők megállapították, hogy ez ugyanaz a toll, mint amivel a Dudek írta a végerendeletet. Nem, nem, nem. Azt mondta, hogy ugyanolyan tinta, de talán még a toll is ugyanaz, azt már csak úgy hozzátette. Én most ez egy olyan... Igen, de, ez, de ennek semmilyen... De, de ez... A, ez... csomó ilyen volt benne, ezzel most el ez el, már annyira közvetetten, közvetetten, közvetett, hogy szörnyű. Tehát ennél még százszor jobb az is, hogy miért nem írta alá a levelet. Azt már említettük, hogy a forgatókönyve kicsit sok a baj, kicsit, mintha ilyen összecsapott lenne, viszont olyan szomorú, mert tök jó forgatókönyvet lehetett volna csinálni, mert tök jó az alapötlet, jó az, hogy legyen egy szuperokos sakk nagymesterünk, aki egyébként pszichés problémákkal küzdik, és az is jó az alapötlet, hogy egy malac Lökje bele, szóval, hogy nekem ez tetszett volna, csak olyan sok apróság az, ami így nem áll össze, hogy emiatt van az, hogy ti látványosan nem szeretitek ezt a részt, nekem csak inkább az a bajom, hogy nem annyira, tehát én érzem a hibáit, de annyiban igazat kell nektek adnom, hogy én ennél a résznél éreztem először azt úgy igazából, hogy egy kicsit, mintha eljárt volna a kalambó fölött az idő. És nem, is, nem ezekből a hibákból érzem, hanem amikor látjuk, hogy néz ki az utcakép a francia étterem környékén, akkor az jut eszembe, hogy aha, hát nyilvánvalóan ez egy ilyen, aznapi gyártásvezetés valahogy szétesett, és nem bírták leszervezni a megfelelő lezárt útszakaszt, emiatt tökre külvárosban vagyunk, ahol teljesen inanek hogy ott egy francia étterem legyen. Tehát, hogy ilyen apróságok kizökkentenek ebből engem a Kalambó világából. Tehát, hogy azt érzem az egészből, hogy hát... Jó, jó, de ezt manapság sokkal jobban, sokkal feszesebben meg lehetne csinálni, és a feszesség az nem véletlenül mondom, szerintem ahhoz képest, hogy 75 perces a rész, ezt 55 percbe lazán, kényelmesen össze volna vágni, kicsit sok benne az üres, üres járat, még akkor is, hogyha én apróságok irány a, a, kalambó. Szóval, hogy ez volt az első olyan rész, ahol azt éreztem, hogy igazán, hogy eljárt felette egy kicsit az idő. Értékeljük a produkciót. Ö, nyitom az excel mert nekem nem kell, és közben mondjátok, igen. Egyet kell már Önnel, és több volt benne a potenciál, egy kicsit más, hogy látjuk ezt a részt. Én megmondom őszintén, krimiként hát egy olyan Tudom, hogy fél pontokat is adunk, úgyhogy két és felett adok erre a részre, mert ez nagyon tingli-tangli volt, nem tudtam komolyan venni. És egy hát kalambó részként, mivel számomra a kalambó az, az a, a, párom mondta, hogy mennyire utálja ezt a részt ő is, és így, meg, meg, a, hajósat, és akkor mondtam, hogy legalább a hajós az olyan szép helyeken játszódik, és én a kalambóba is szeretem azt a Los Angeles-i felső tízezres attitűdöt, amiben járunk, még ha néha, néha, kikacsint a sorozat más környékek fele is, viszont itt ez engem nagyon nyomasztott, úgyhogy, és nem is, és kalambó feelingbe se azt kaptam, amit, amit meg, én én szeretek, meg várok, inkább az legyen, hogy én ne pontosan, hogy a kalámbó milyen logikamentén mentén jut el egyik nyomtól a másikig, mint hogy ezt végig kelljen még egyszer szenvednem, úgyhogy a kalámbó szempontjából én egy hármast adok erre a részre. Én nekem krimiként három, kalambóként három, jó szakát kívánok. Nagyon szörös szívűek vagytok, én nem osztok ennyire szélsőséges pontokat, mert az Ádámnál van kettő, meg tíz pont, és ugyanígy, tehát hogy én tényleg nagyon szélséges nálam. Sokkal, és sokkal emocionálisabb, mint te. Igen, igen, nekem so, so, sokkal szűkebb az a mesdje, ahol én osztogatom a pontokat. Igaz, nincs tíz pontom sem, meg kettő pontot se osztottam még. És ez, ez továbbra sem kivétel. Nekem öt pont krimiként, és öt és fél kalambóként. Miért magasabb a kalambó? Mert, mert egyébként meg így jól el lehet nézni, úgy bele lehet merülni ebbe a nyomozásba. Tud vinni, húz, mert jóviális az egész ismerős környezet, egy ilyen, egy ilyen langy meleg kád, amiben van egy ilyen meleg víz, szóval hogy lehet benne lenni. Igen, nem volt annyira jó, egy, tehát már hűl az a víz. Áztá, de nem volt Igen, de már hűl az a víz. Én ezután a részt után inkább zuhanyozni akartam, ez zuhanyozni támad kezdem ezt magamról. De lesz, lesz időnk a következő alkalomig, amikor is a kettős ütés című részt beszéljük majd ki, amelyben a gyanúsított egy ikerpár lesz. Kubatovi Áron Gizor Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy képsen kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég az időutazásból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.